koncertek előtt szoktatok inkább inni, vagy utána? Közben. Előtte, utána és közben. Nézd, elég sok minden megtörtént már velem, de nem tagadhatom, hogy néha elég alantasra ittam magam, és akkor az ember így kivetközik magából, viszont memória kártya vesztés is van, tehát pár kilobájt vagy bite, vagy nem tudom, hogy hívják a memóriát, mert számítógépben annyira nem vagyok otthon, de biztos kiesett az agyamból, tehát egy utólag tudod, amikor másnap így elmesélik, hogy tudod, amikor szaladgáltál a körúton a kocsik tetején, csoda én, történt már velem ez az. A koncerteken kívül szoktatok együtt elmenni mulatni, vagy? Persze, szinte rendszeresen elmenjünk valamerre szórakozni. Hát általában tudod, a múzeumok már bezárnak esténként, így kénytelenek vagyunk. Más helyiségeket meglátogatni. Hát voltak a zenekarnak különböző korszakai, mindegyik szép volt, mindegyik jó. Érted, az elején kezdődött a Pia Feelinggel, akkor... Hát a 97-től, 96-tól már kicsit így elfajultunk, akkor jöttek a mindenféle keményebb drogok, a fű, meg a koks, meg a speed, meg a faszon tudja micsoda. Hát az aztán be is tette a kaput a zenekarnak. És a drogok milyen szinten hatottak a szövegekre, vagy akár a zenére? Hát hatottak rá. Mégis egy más dimenzió. Tehát én egyébként nem ítélem el a drogokat. Elég sok mindent kipróbáltam, kivéve a vénás dolgokat. És biztos, hogy szüksége van az emberiségnek. Tehát a legutolsó afrikai benszülött törzs is, érted, kitúr valami gyökeret, bazd meg, vagy gombát, érted, és benyomatja magának, mert más állapotba kerül, és akkor táncolnak a tűz körül, meg a varázslók, bazd meg, megfejtik a ézét, élet értelmét, meg a jövendést, mert érted, valamilyen szinten átkerülsz egy másik dimenzióba. Nézd meg, mit csinálok! Húsra vigad a paraszt! Húsra! Én már csak azért mulatozok, hogy elfelejtsük a sok szenged, mocskot, amit ezek rám zúdítottak. Miért iszol? Hogy felejtsek! A legrészegebb menedzserünk, azt tudom, az az Ákos, a Kriszt Ákos, őt többször meg is vertük. Ja, erről még nem beszéltem, a menedzsert is vertem már. A legjobb az volt, amikor az egész zenekar nekiesett a mikrobuszba, meg egyszer kidobtuk az első emeleti ablakból. Nagyon sok ember jár Akela pólóban. Hol volt a legkeményebb hely, ahol nem is számítottál volna olyan emberre, akit Akela pólóban látsz, és szoktál-e találkozni ilyen különleges helyeken Akela pólós gyerekekkel? A munkahelyemen, a gyárban. Az hol van? Veszprémben, Jost nevezetű csapágyi gyár, illetve Forgó Zsámol. Ja nem, hát akkor a legdurvább egyébként a Parlament volt. Várjál, mi is volt? Ja, 2002-ben volt egy ilyen projektem, amiből ugyancsak azt hittem, hogy milliómos leszek. Apámtól kértem pénzt, nem adom! Anyámtól kértem pénzt, nem adom! Ki a nekem pénzt? Ki a nekem pénzt? Ilyen kártyákat csináltam, hogy politikusok vannak rajta, meg népszerű médiasztárok, vagy mit tudom én micsoda. És akkor a Fidesznek is a jóváhagyását kellett kérni, és akkor ők a parlamentben székeltek. Hát eleve előtt ilyen több napot töltöttem el azzal, hogy hát mibe menjek, tudod, hogy mindenféle haveroktól ilyen öltöny, meg nyakkendőket kértem kölcsön, és akkor próbálgattam, néztem a tükörbe magam, fú, bazzak, hát az egyik gáza, mint a másik, aztán mégis úgy döntöttem, hogy a leszarom, bazzak, megyek, ahogy vagyok, farmer, bőrkabát. Tehát persze mindennel készültem, csak arra nem, hogy ott igazolnod kell magad személyi igazolványát. Ott is egyből beléptem a parlamentbe, és ott ilyen, tudod, katonák, hogy hívják, díszőrség, meg faszom tudja, beléptetőrendszer, fényző. Na, akkor kérjük a személyét, mondta az egyik. Mit tudom én, és keresen, és kurvára nem volt nálam személy. Na mondom, kész, most megdőltem, be se engednek, pedig itt vagyok már a millió küszöbén. És akkor az egyik ilyen tányér sapkás szólt, és hát főnök, mit csinálsz te itt, hova mész, tudod? Mehet, ismerem, tudod. Én a földművelés és vidékfejlesztési minisztériumban láttam egy ügyfelet, ami akelapó, büdös parasztpólóval próbált, azt gondolom. Gondolom azt hitte, hogy egy protekciója lesz. Agrometálnak tartod magatokat? Igen. Agrometál az nagyon tetszik, mert hogy parasztrok. És hát ez azóta van, nyisd meg, kezd, légy szíves. Itt a Forradalom című lemez ugye megjelent, és ugye azt a Dózsa György Feeling közé kerítettük, rá van írva a mellére, amit ráégettek a
az ápolyáék, hogy büdös paraszt. Hú, mondom, na ez az én emberem. Rám már az akel előtt is mondták, hogy egyébként egy ilyen paraszt vagyok. Kész a szám, akkor odaadjuk a főnöknek, mindig mondja a főnök, hogy írjatok rá énekdalmot. Meg ilyen nem történt, de mindig mondjuk, hogy jó, írunk rá énekdalmat. Aztán szerintem, hogy megcsinálgatja, ráírja a szövegét, a főnöket mindig írja a szöveget egyébként. Ötleteket adjunk, és A Emerton, tehát a Magyar Rádiónak a szövegírói díját kaptam meg, mert írtam, hát most már 3 bikini lemezre dolgoztam, és az Angyali Üdvözlet című lemezükért odaírtam, mit tudom én, hány számot. Baszomra úsztam pár bűrt. Gecik a nők, de jó belérjük a gecit. Mi az élet értelme? Hát, számomra szopatni. Szexet nagyon szeretem, jobban szeretem, mint a piát. Egész életetekben mindenki piál, ha bekerültök a földbe, rájöjjük a földet. A sárgolyó meg magába szívja ezt a sok alkoholtartalmú medve. Berúg a földgolyó, elindul majd a nagyvilágban, ezt össze-vissza világvégét okozza.